A Magyar Fit Kids Szövetség szervezésében zajlott hétvégén az első online bajnokság. A versenyzők új szabály szerint saját maguk készítették a koreográfiákat. Az elkészített videókat a szövetség honlapjára töltötték fel, ezen keresztül értékelte őket a zsűri. A CVS a Fit Kids szakosztályából 13 versenyző indult. Randos Gabriella vezetőedző elmondta, a beérkezett videók alapján úgy vélte, többen is esélyesek lehetnek a dobogóra. Mind a két napot én is végig pontoztam, jobban elfáradtam, mint egy élő versenyen. Nagyon sok szép gyakorlatot láttunk, tehát nagyon érdekes volt, hogy ugye előre megkapták a gyerekek a zenéket, és egy zenére körülbelül 80 kislány dolgozott, és mind a 80 másféle gyakorlat volt, úgyhogy tényleg nagyon kreatívak és ügyesek a mai lányok. Randos Gabriella kiemelte, a verseny egyértelműen megmutatta, érdemes a gyerekek kreativitására és önálló alkotó tevékenységére támaszkodni a jövőben is. A közel 300 versenyzővel zajlott bajnokságon több cegrédi érem is született. Három első helyezettet tudok felsorolni. Az első osztályban nyert Pap Veronika, a másodosztály A kategóriában pedig Szepes Réka és Lipák Réka. Mind a három lány már nagyon-nagyon régóta fitkidezik, tehát több év munkája van egyébként minden eredmény mögött. Nagyon ügyesek voltak, mert tőlünk valóban nagyon minimális edzői segítséget kaptak. Tehát amit az évek folyamán edzésen hallottak, hogy melyik elemet hogy kell végrehajtani, miknek mik a kritériumai ahhoz, hogy elfogadják, azokat nagyon szépen betartották, és a tánc edzéseknek is, tehát meg lett a hatása, mert nagyon szépen kamatoztatták a tudásukat. A Nemzetközi Fit Kids Szövetség jutalmaként a hétvégén egész Európára kiterjedő online és otthon végre hajtható edzésen vehetnek részt a nyertesek. A workshopokat spanyol, ír és magyar edzők tartják.